Mintegy 1200 vállalkozás működik jelenleg Mátészalkán. Ezek a települési életéhez is napi szinten kapcsolódnak, hiszen munkahelyet biztosítanak a helyi lakosoknak, illetve a város és a térség fejlődéséhez is jelentősen hozzájárulnak. A Mátészalkai önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a településen működő vállalkozásokkal a hatékony együttműködést, éppen ezért minden év elején egy közös polgármesteri vacsorára várják azok vezetőit. Idén a negyedik ilyen vacsorát rendezték. Ezzel a vállalkozói támogatással a város épül, szépül, fejlődik, folyamatosan nő az iparüzési adó mértéke. Mátészalkán a cégek árbevételei nőnek. Most is van olyan üzemünk, hogy nevezzem nevén a Flabek Kft., aki egy komplett üzemet telepít Csehországból Mátészalkára, hiszen itt olyan az önkormányzati környezet, olyan a lakossági környezet, olyan a társadalmi környezet, ami a céget körülveszi, hogy érdemes ebbe belefektetni, és itt látják biztosítottnak hosszú távon a cég gyarapodását. Vállalkozások nélkül nem megy, ők azok, akik megtermelik nekünk azokat a javakat, amelyekből aztán mi tudjuk építeni, szépíteni a várost, és nyilván a közös fejlődés az, ami azt mondatta velem annak idején, hogy kell egy ilyen évente egyszer tartandó esemény. A pöttyös túró rudit is gyártó Friesland Campina Hungária hosszú ideje Mátészalka meghatározó vállalkozásai közé tartozik. A cég legutóbbi nagy beruházása a desszertüzem építése volt 2014-ben, idén pedig további bővítést terveznek. Idén, illetve a jövő évben egy két éves, két és fél éves beruházási programot kezdünk el, aminek az elsődleges célja a kapacitásbővítés, illetve modernizálás, technológiának a modernizálása, hiszen nyilvánvalóan a hatékonyság az élelmiszeriparban is egy meghatározó dolog. Az üzem kibocsátását tovább szeretnénk növelni, illetve új termékeknek a indítását, bevezetését szeretnénk a következő években előkészíteni. A vacsorán a város kiváló vállalkozása díját is átadták. Ezt idén a világviszonylatban is vezető szerepet betöltő, üvegtermékek előállításával foglalkozó Flabek Kft. Érdemelte ki. A Flabek cégcsoport 2000-ben települt Mátészalkára, azóta számos beruházással bővült a vállalkozás. Idén további korszerűsítésekkel növelnék a termelést. 2017 év végén indult el egy jelentősebb beruházás, a gyártási kapacitásunkat akarjuk bővíteni. Az azt jelenti, hogy az előző évben, ha számokról beszélünk, akkor egy 9 millió, nagyjából 9 millió tükör az, amit legyártottunk előző évben egy év alatt, 12 hónap alatt, és ennek a duplázására készülünk a következő évben. Ez azt jelenti, hogy a nagyjából 18-19 millió tükör lesz gyártva egy év alatt a Flabek Kft-nél a következő évben. Ez április elejétől fog indulni a beruházásnak a vége, március vége, és április elejétől fog indulni a bővített gyártás. Nagy Tamás azt is elmondta, nem csupán a termelési hatékonyságot kívánják növelni, hanem ezzel párhuzamosan új munkahelyeket is teremtenek, összesen mintegy 60-70 fővel bővítik a foglalkoztatottak számát.